van, akkor kívánok mindenkinek, és köszönöm ezeket a kedves szavakat, és ezt a nagyon belefogadtatást, amiben itt részesültem. Mindig örömmel jövök olyan rendezvényre, ahol valamilyen új termékről van szó, különösen akkor, hogyha ez kapcsolódik azokhoz a dolgokhoz, amivel már elég régóta foglalkozok. Egy pár dolgot már elmondtak itt rólam, annyit kell még talán bemutatkozásként elmondani, hogy nagyon hosszú ideig dolgoztam a gyógyszeriparban, tehát a Tiszavasvári alkoholgyárnak volt az egyik kutató. Ja, és hát minden ered a különböző gyógyhatású termékekhez, készítményekhez való kötődésem. A sors pedig úgy jött, hogy most már hosszú ideje dolgozom a felsőoktatásban, Debrecen Egyetemen, illetve a Nyíregyházi Főiskola, és itt is nagy örömmel és büszkeséggel jelentem be, hogy január 1-től már nem főiskola lesz, hanem az alkalmazott tudományok egyeteme lesz az intézményünk. Ennek megfelelően nyilván ez remélem, hogy a hallgatóknak a számára is majd megjelentkezik, hogy több hallgató fog hozzánk jönni. De nem erről szeretnék beszélni, se nem magamról, hanem azokról a dolgokról, amire fölkértek, hogy beszéljek itt az új termék kapcsán, azokról az összetevőkről, amik ebben vannak, és ez egy hosszú kutatásnak az eredménye, hogy önök előtt az asztalon van ez a termék, kiszerelve, kapszulázva, mindenféle jó hatékonysági összetevővel kombinálva, egy kapszulában van sok minden. Én pedig azt szeretném felajánlani, hogy ez ne legyen egy ilyen száraz előadás, hogy ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan szóljon közbe, és beszéljük meg, de természetesen az előadás végén ugyanúgy lesz mód arra, nem sietek annyira, tehát felülvizsgáltam az indulási időpontonak, mert ugye megegyeztünk, hogy meddig tudok maradni, de akkor egy kicsit csúsztatom a dolgot, majd átszervezem a programomat, hogy addig tudjak maradni, amelyik esetleg érdeklődés van, vagy kérdések vannak, nem engem senki úgy haza, hogy egy kérdés is benne maradt. Nem tudom messziről mennyire lehet látni az ábrát, amit van, ha nem, úgy is elmondom, hogy mi van rajta, tehát egy ilyen összeállítás van ezen az ábrán, hogy honnan jutunk el, onnan, hogy megszülettünk, az van megfelül, majd a legalsó ebbe a csúcsára állított négyszögben az a betegség, tehát hogy hogyan alakult ki az, hogy egészségesen is születünk, a végén mégiscsak valamilyen betegség kialakul majd a szervezetünkben. Lesz ennek egy folytatása ennek az ábránnak, majd a következő, ami nagyon hasonlít ehhez, és ott tovább viszem, hogy a betegségnek esetleg milyen vége lehet. A közepén a legnagyobb négyzetben, vagy ugye téglalapban az van ki emelve, hogy táplálkozás. A táplálkozás, amit most már egy tudománynak is lehet nevezni, az is egyébként a táplálkozás tudomány. Ugye van a hagyományos táplálkozás, ugye ez a többek között a magyarok, a franciáknál a franciás, Indiában az indiai, ugye ez attól függ, hogy ki hova született, hol él, de azt tudjuk, hogy például Indiában a rákos megbetegedéseknek az aránya sokkal kisebb, mint mondjuk Európában, vagy mondjuk Magyarországot nézzük, akkor töredéke, nagyon pici százaléka csak, és ennek megvannak az okai, ami főleg nyilván nem abból ered, hogy az indiai népességnek a 99%-a wellnessbe jár, tudjuk a körülményeket, hanem sokkal inkább abban keresendő, hogy milyen táplálékokat, milyen fűszereket, milyen összetevőket fogyasztál. Táplálkozásnak, illetve a táplálkozás tudománynak most már van egy olyan ága, amire azt mondjuk, hogy funkcionális táplálkozás, és most már a legutóbbi időkben kialakult egy olyan, amire azt mondjuk, hogy terápiás táplálkozás. Tehát a funkcionális táplálkozásnak nevezzük azt, vagy legalábbis ez a termék átmenet a kettő között, én azt mondom, amikor valamilyen betegség megelőzés, vagy inkább egészség megőrzésnek hívjuk ezt a folyamatot, azért eszünk bizonyos táplálékokat, hogy megelőzzük
a baj. Amikor pedig már valamilyen betegség kifejlődött nálunk, egy kezdeti stádiumban diagnosztizálták, akkor kezdődhet a terápiás táplálkozás. És jobb oldalt, ha szemben nézzük, meg van a gyógyulás, tehát hogyha valaki megbetegedett, akkor ezek az előnyös dolgok együtt állnak, és odafigyelünk a táplálkozásra, akkor egyrészt megelőzhetjük a bajt, de a gyógyulás felé is lehet ugye az utat fordítani. És amikor ugye a betegség kialakul, ugye az előző ábrához képest annyi a különbség, hogy megjelent majdnem Darth Vader, mert ugye most volt a Csillagok háborújának éjféltől vetítik, ugye valami hasonló jelmezbe szoktak lenni. Én egy ilyet találtam a neten, amit ide föl tudtam tenni, ezt a kaszás embert, ugye, és megjelent alul a halál, ami nem feltétlenül kell, hogy nagyon hamar bekövetkezzen, hogyha valaki mégis megbetegedett. Tudatos táplálkozással nyilván ide soroljuk ugye a megfelelő terápiákat is, hogy eljöhet a várra várt gyógyulás is. Azt szoktam mondani, hogy és az a vége felé szokott a diáimnak lenni, hogy öregedjünk egészséggel. Ez egy nagyon fontos mondás, és én is ezt vallom, hogy öregedjünk egészséggel, minél hosszabb ideig éljünk, és ezt a lehető leghosszabb ideig egészségbe. A halál pedig akármennyire is az adventi időszakban vagyunk, és inkább a születésről szólnak az elkövetkezendő napok. Nem ezt akarom domborítani, hanem inkább a többieket, amiről készültem a mai előadásra, hogy a halál az egy törvény, nem pedig egy büntetés. Tehát ha akarjuk, nem, előbb-utóbb be fog következni, kérdés, hogy mikor és hogyan. Ez a termék mindenki nyugodtan kézbe veheti és elkezdheti nézegetni a címkéjét, mert nem titkos, hogy milyen összetevők vannak benne, és én erről fogok ma beszélni. Az egyik nagy komponense, vagy nagy része ennek különböző algáknak a keveréke. És miért beszélünk mindig keverékről? Ez most már elfogadott, akik ezen a területen dolgoznak, tudják jól, hogy nem mindegy, hogyha eltetszenek menni az orvoshoz, majd itt az orvos kollégák fognak erről beszélni, hogy ha valamilyen terápiát alkalmaznak, akkor általában olyan gyógyszert írnak föl, amiben a hatóanyag egy vagy kettő van egy tablettában, egy kapszulában, vagy egy injekcióban. Nyilván az összes többi az a segédanyag, vagy olyan anyag, ami ahhoz kell, hogy a formuláció elkészüljön. Ezeknek nagyon jó körüljárt biológiai hatása van, toxikológiája, minden 10-15 év, mire, inkább 15, mire egy gyógyszer a piacra kerül, és körbejárják biológiailag, kémiailag, mikrobiológiailag, biokémiailag, mindenfélét földerítenek róla, de akkor is csak egy vagy két komponenst tartalmaz. Nyilván, ahogy a gyógyszerkutatók kiválasztották arra a terápiás területre. Amikor viszont valamilyen természetes forráshoz nyúlunk, mondjuk egy antioxidáns, majd ezt még később fogom részletezni, választunk mondjuk egy bogyós gyümölcsöt, vagy egy ebből készült valamilyen kivonatot, akkor nem egy-egy hatóanyag lesz benne, hanem hasonló kémiai szerkezetű anyagoknak az összessége, de ebből száz vagy több százféle komponens. Igaz, külön-külön sokkal kisebb koncentrációban lesznek, sokkal kisebb dózisban lesznek jelent, mint egy-egy kapszulában vagy egy-egy gyógyszer termékben, de ezeknek az a lényege, és ezek úgy hatnak, hogy egymás hatását erősítik, ezt hívjuk szinergizmusnak, amikor egyes komponensek egymás hatását felerősítik. Azért kell, és én is ezt vallom, hogy olyan termékeket létrehozni, amelyekben hasonló szerkezetű anyagok vannak, kisebb koncentrációban, de számos olyan spektrumban, amik előnyösen vannak összeválogatva, és sokszorosára tudják egymás hatását növelni.
Ez az alga, majd később fogok erről az alga tenyésztésről még egy pár képet mutatni. Én ezt nem is táplálék kiegészítőnek hívnám, nem is az, ez egy táplálék. Ez egy igazi táplálék, tartalmazza mindazt, amire szükségünk van. Ez a friss vízbe tenyészt egyébként, lehet tenyészteni is, de ha elmegy valaki olyan helyre, akkor természetesen ezeket az algákat lehet megtalálni sok helyen. Gazdag fehérjében, ugye erre nagy szükségünk van, ugye tudják mi az a három fő táplálékforrás, amire szükségünk van, ugye a szénhidrátok, a fehérjék, a lipidek, tehát ez a három, ami a makro van, ez a táplálkozási piramis, aminek az alján ezek helyezkednek el, a legtetején, ott pedig azok, amiket mikromennyiségben kell használni. A karotinoidok, ezekről is lesz szó, ebben is az algának a színe, a zöld, kék, ez zöldtől egészen a vörös színűig mehet, az attól függ, hogy milyen mikrokomponensek vannak benne, és enzimek is vannak benne, olyanok például, amelyek az emésztést elősegítik, és vitaminok, illetve hát ugye önök jól tudom, itt az ásványtanban, különösen az eurotokhoz kapcsolódóan már gondolom több ilyen képzésen meg előadáson vettek részt, tudják, hogy a mikroelemek azok mennyire fontosak az élő szervezet számára, ezekben az algákban is. Amit itt a képen tetszenek látni, ez a Colore vulgaris, ez egy mikroalga, amellett, hogy tartalmazza, tehát a beltartalmában benne van mind az, amit az előbb már felsoroltam, magas rostartalommal is rendelkezik, ez pedig táplálkozás szempontjából megint csak előnyös. Az immunrendszerre is nagyon sok jó hatása van. Tehát ez az egyik összetevő. A másik, a spirulina latensis, ez egy spirál formájú kékezöld algafajta, 60-70%-a növényi fehérje, és emellett ugye a zöld szín az a klorofilltól van, ugye a klorofilról azt kell tudni, majd egy következő ábrán rajta lesz egy képete, nem az, hogy valakit itt elrémészek, és már is itt hagyjon bennünket, hogy ilyen nagy kémiai dolgokról akarok beszélni, csak hogy majd meglátják, hogy a szerkezete mennyire hasonlít a hemhez, tehát nyilván a növényvilágban van egy nagyon kulcs szerepe, nélkül nem lenne fotoszintézis, és az a zöld színű anyagnak a keletkezés ezen keresztül pedig az összes többi biokémiai ciklus, ami ebből indul. B-vitamint, vasat és különböző eszenciális zsírsavakat, aminósavakat is tartalmaz, amik előnyösen befolyásolják a szervezetnek az anyag cseréjét. Ez a spirulina, ez a sárgarépár, ugye mindenki tudja, hogy karotinoidokat tartalmaz, elsősorban ugye béta karotinoidokat, sokkal többet, egy nagyságrend, de több béta karotint tartalmaz, ami ugyancsak előnyös hatással van a szervezetre. És ugye mondtam, hogy az algáknak a színe az nem kifejezetten mindig csak zöld, lehet ez vörös is, ez a litotamnion, ez a vörös alga, amit tetszenek a képen látni. Ennek pedig egy ásványi anyag, amit önök nagyon jól ismernek, ez a kalcium, az fordul benne nagy mennyiségben, és 70 féle olyan természetes anyagot tartalmaz, ami a kalciumnak a beépülését a szervezetbe elősegíti. És itt ezen az ábrán, ha szöveges részt is tetszenek bogarászni, most fordul először elő ez az astaxantin nevű anyag, ez a vörös szín is ebből adódik egyébként. Ez egy rendkívül nagy védelmet nyújt a szabad gyökök ellen. És ha már itt vagyunk, én megkérdeztem itt a szervezőket, hogy ebben a körben mennyire ismertek ezek a fogalmak, és mondták, hogy egy részük már találkozott egészségére ilyen. Így van, ez is megerősített, amit mondtam, úgyhogy jókor összebeszéltünk, hogy ilyenkor fog tüsszenteni. De azért, ha nem sértek meg senkit vele, akkor azért én egy pár mondatban összefoglalnám, hogy miről is szól ez az antioxidáns történet. Mik azok a szabad gyökök? Nem tudom, el tudná valaki mondani, hogy mi jut eszébe először, hogy szabad gyök? Még biztosan tetszenek emlékezni ilyen
eretnek dolgokra, amit kémiából tanultak, hogy az atomok molekuláknak az összetétele, hogy az atomokban van az atommag, abban van pozitív töltésű proton, meg semleges neutron, és azt veszi körbe az elektronburok. Amikor valamilyen kémiai folyamat történik, akkor mindig az elektronok ide-oda leadásával, felvételével kapcsolatos dolgok történnek, így képződhetnek ionok, pozitív ionok és negatív ionok is, de ha egy atomra vagy egy molekulára rámegy egy plusz elektron, akkor nem biztos, hogy ion képződik, hanem képződhet egy gyök is, vagy gyök ion, de erről most nem akarok széles körben. A kollégám azt szokta mondani ezekre a szabad gyökökre, amik végtelen, elképzelhetetlenül rövid ideig életképesek, mert rögtön szerezni akar magának egy másik elektront, mert úgy tud stabilizálni. Na most onnan szerez elektront, ami a legközelebb van hozzá. Ha a DNS-ünk, akkor a DNS fogja roncsolni, mert ő maga stabilizálni akar. És itt jön a kollégámnak a mondása, hogy ezek a szabad gyökök, elnézést a hölgyektől, olyanok, mint a kollégista fiúk. Tudja valaki a folytatást? Állandóan párosodnának. Tehát szerez magának egy másik elektron. Szebben mondva basztának. Én maradtam annál a mértéknél, amit, de így kimondva természetesen van benne igazság, de abban a pillanatban, ugye, amikor a szabad gyök stabilizálódik, szerzett magának egy elektront valahonnan, abban a pillanatban létrehoz egy másikat. És ez megy addig, amíg valahol egyszer csak véget nem ér ez a láncreakció. Nagyon sok galibát tud ez okozni, akár egy stroke után, amikor végigvonul a szervezeten egy ilyen friss vér ellátás, és ott ezek a szabad gyökök rászabadulnak a szervezetre. A másik dolog, amit mindenképp el kell mondani, hogyha nem lennének szabad gyökök, akkor nem élnénk. Tehát a biokémiai ciklusaink, amik magunkban mindenképpen kellenek, hogy az élet fönnmaradjon, ahhoz elengedhetetlenek, hogy ezek a szabad gyökök legyenek. Na most, hogy is van itt az igazság? Hát természetesen kellenek a szabad gyökök, de nem a végtelenségig. Tehát amíg a szervezetnek és a szervezetben, minden szervezetben, növényi, de állatiban is van egy mechanizmus, ami azért kordába tartja, mint a repülőség az indulatokat néha. Tehát ez a belső mechanizmus, ez kordába tartja a szabad gyököket. Akkor képződik kóros elváltozás, és ezt úgy hívjuk, hogy oxidatív stressz, amikor a szervezetnek a belső védekező mechanizmusa nem tudja a szabad gyököket kordába tartani, és túl sok szabad gyök lesz bennünk. És több ezer orvosi közlemény van már ezzel kapcsolatban tudományos szakirodalomban, hogy a legkülönbözőbb betegségeket az Alzheimer-kortól eltekintve, az valakinek a kártyája leesett, menet közben, reméljük, hogy nem történt semmi baja. Tehát a legkülönbözőbb betegségeket kötik össze az oxidatív stresszel. Nagyon fontos, hogy a szervezetünket segítsük kívülről bevitt antioxidánsokkal. Ilyenek a vitaminok, közismerten a C-vitamin, és egy csomó anyag, ezek a sötét színű bogyós gyümölcsök, amiknek ezek a sötét színű egyrészt flavonoid, másrészt antocián tartalma kifejezetten antioxidáns tulajdonságú. Ide soroljuk ezt az astaxantin nevű vegyületet is, aminek a szerkezete nagyon hasonlít egyébként a karotinoidokéhoz, hisz ő is oda sorolható félig meddig, és nagyon hatékony védelmet nyújt a szabad gyökök ellen, és biztos, hogy ez a molekula nem tud ellenséggé válni, tehát nem tud olyan képződni belőle, ami úgynevezett prooxidatív anyaggá alakul, és ez által gyakorlatilag mellékhatásmentesen tud védelmet kifejteni a szervezetben. Nem fordulhat elő az, hogy egy jó tulajdonságú molekula az mégis a gyöktámadás következtében önmaga is majd a
gyökös anyaggá fog válni. Itt van ez a molekula. Nem akarok senkit se tényleg üldözni a kémiával. A molekulának ez a részlet, ahol itt tetszenek látni, amelyik visszaemlékeznek, fölváltva helyezkednek el egyes és kettős kötések. Kémikusok mi ezt úgy mondjuk, hogy ez egy konjugált kettős kötésű rendszer. Ha sok ilyen van benne, ez eleve ettől színes lesz a molekula, de nem is ez a lényeg, hanem abban különböznek, egy csomó karotinoid van egyébként a sütőtöktől kezdve, sok mindenben előfordul. A molekulának a két vége különbözik általában, vannak benne különböző mennyiségű oxigéntartalmú, epoxid, stb. Ezeket nem akarom részletezni, de maga az a közepe, amik izoprén egységekből épülnek föl egyébként, az hasonló, illetve megegyezik ezekben a molekulának. Mit kell tudni erről az asztaxantinról? Hogy, és itt behoznám azt megint az önök emlékezetét fölhívni, hogy nem mindegy, hogy milyen forrásból van ez az anyag. Nagyon sok mindent eltetszenek menni a neten kínai honlapokra, abban a pillanatban lehet menni mindent. Tényleg mindent. Ott előállítanak mindent, az, hogy milyen körülmények között, arról most ne is beszéljünk, de csinálnak szintetikusan ilyen vegyületeket. Ha viszont összehasonlítjuk biológiai rendszerekbe, hogy mennyire hatékony egy természetes forrásból származó vegyület, vagy egy szintetikus úton előállított vegyület, azt lehet tapasztalni, hogy ez a természetes vegyület 20-szor erősebb, mint a szintetikus. És 50-szer erősebb, mint a beta-karotin, ugye ez van a többek között a sárga répába, a C-vitaminnál is erősebb, és ha az E-vitamint nézzük, akkor ott pedig több százszor erősebb. Egyébként azt kell tudni, hogy ezek a vitaminok, ezek mint antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkeznek, és itt van egy betűhiba, ez természetesen vérzsír szintet kell érteni, csak biztos elütöttem a betűt, és a sejtmembránnak a védelme. És miért is akarok a sejtmembránról beszélni? Azért nézek az órámra, mert nyugodtan szóljanak rám a tisztelt szervezők, mondtam, hogy több órát is tudok beszélni, de még van jó pár diám, úgyhogy nem akarom túllépni a tisztesség határát, és kétszer annyit beszélni, mert én se szeretem, hogyha valakinek adnak időt, és sokkal többet beszél, hogy a sejtmembrán védi a sejtet kívülről. Tessenek elképzelni, amikor jön a szabad gyök, a sejttel hol találkozik először? A membránjával. Ha azt tönkreteszi, akkor az összes transport folyamat, ami ahhoz kötött, hogy a sejtbe bejusson vagy kijusson valami, és ezt megsérti egy szabad gyök, az a sejt már nem fog úgy működni, mint ahogy az a nagykönyvben meg van írva. És most áttérünk egy egészen más területre, de azt erősítve, amit az előbb már mondtam, hogy többféle anyagnak a kombinációja egymásnak a hatását felerősítik, és nem tudom, ki ismeri föl, de ugye nyilván ott van nagybetűkkel az ábra tetején, hogy ganoderma, ez pedig egy gombaféle már, és azért egyedülálló ez a termék, mert külön-külön van gombákat, gombakeverékeket tartalmazó termék, külön-külön van vitaminokat, ásványanyagokat tartalmazó termékek, külön van alga kompozíció, de egybe eddig még kevesen kombinálták ezt. És hogyan lehet ezt erre rájönni és ezt bizonyítani, majd az előadásunk későbbi részében is be fogom mutatni. Ez már gyakorlatilag a kínaiakkal egyidős, mert a kínai orvoslás, ami azért világon mindenütt elismert, és ugye nem pirulákkal történik, hanem javarészt azért a gyógynövényekre támaszkodva, ezt egyébként halhatatlanság gombájának is szokták. Ez én más okból kifolyólag a főiskolán kapcsolatban vagyok gombatermesztőkkel, Nyíregyháza és környékén, és elképzelhetetlen mennyiségben indulnak ilyen kis vállalkozások, akik ökokörülmények között, tehát amit régen ez a biotermesztésnek hívnak, most inkább az ökoszót használjuk erre, termesztenek különböző helyeken ilyen gombákat, és utána földolgozva
ismert, jó, elfogadott minőségben szállítják. Nem sorolom el, mert eltetszenek hinni, gyakorlatilag hasonló hatások vannak, mint amit az előzőeknél mondtam. Egyet azért csak kiemelek, ez az anyagcsere folyamatoknak a felgyorsítása és a máj védelme, máj erősítése, ami fontos, de nem utolsó sorban a rákellenes hatása is, amit a tudományos irodalomban is már nagyon sokat publikáltak. És még egy gomba, ami szerepel az összetételben, ez pedig a sitaki gomba, ami rendkívül gazdag enzimekben is, vitaminokban is, és kiemelkedő tumor ellenes hatása van, de megfigyelték a jótékony hatását cukorbetegségben és savtótengésben, vérszegénységben is, de egyszerűen, ha valaki megfázott, akkor is előnyösen tudja ezt használni. Hát ez a csipkebogyó, a következő összetevő, ez azt hiszem mondhatjuk bátran, aki jött most az úton, én direkt ilyenkor szoktam figyelni, most lehet szedni egyébként is, hogyha valaki otthon akar csipkebogyó teát főzni, most már messziről virít a csipkebogyó, ez egy nagyon jó C-vitamin forrás, de amellett ugye a színéből is látszik, hogy egy flavonoidok, ami nem látszik, hogy egy növényi savak is vannak benne, de nagyon sok olyan ásványanyag is dúsul benne, ami egyébként máshol nem. Jó, magas a jód tartalma és különböző vitamin tartalma van, és itt kiemelném, ugye hölgyekre nézve, ők szoktak inkább a pajzsmirigy problémákkal küszködni, hogy a szervezet számára a jód mennyiség utánpótlását is biztosítja. Hát ez nem magyar növény még, ez a papaja, de mivel az egész évben terem a trópusokon, így bármikor hozzáférhető, illetve az ebből készített kivonatok, vagy a megfelelő feldolgozási technikával úgy, hogy megmaradjon a teljes, vagy majdnem a teljes vertartalma, különböző fagyasztva szárított technikákkal hozzá lehet férni ezekhez. Ezek közül, amit tartalmaz, ez a papaint említeném, ami ugyancsak nagy mértékben segíti az emésztést. Miért is mondom ezt? Ugyanis hiába táplálkozunk jól, hogyha a szervezetünk nem képes maradéktalanul, vagy kellő hatékonysággal, kellő gyorsasággal a bevitt tápanyagokat, összetevőket földolgozni, beépíteni, szabad formában rendelkezésre bocsátani a szervezetnek, akkor hiába lapátoljuk magunkba az összetevőket, nem lesz biohasznosulás a végén. Azt is kiemelném, hogy ennek az anyagnak majdnem mindegy a kém hatás. Ugye vannak olyan anyagok, ugye, ha bevesszük, ugye természetesen tettenek tudni, hogy más a szántnak a pH érték, ugye erősen savas a gyomor, pláne étkezés előtt, utána beleinkben már ugye rúgos kémhatás uralkodik. Ugye ezeknek akkor jó a hatékonyság, hogyha ezekre nincs hatás. Hogyha a gyomorban már a sav agyonvág valamit, az utána már hiába megy tovább bennünk, nem fog megfelelően működni, mert a gyomorsav tönkre tette. Hát itt Tokaj hegy alján, bár igazából ugye ez egy vörös szőlőnek a magja, amit tetszenek látni, Tokaj hegy alján pedig ugye közismert, hogy csak a fehér szőlők vannak, de egyébként annak a szőlőmagnak a beltartalma, gondolom, hogy majd a bogyónak a földolgozott formáját azt ebéd előtt vagy ebéd után meg fogják önök kóstolni, most a borra gondoltam. Még közben is. De itt most én nem erről beszélnék, mert nem az alkohol tartalmú italokat reklámoznám itt, hanem a szőlő magot, amit nagyon sok helyen kidobnak, most már ez is az érdeklődés középpontjába került, mert nagyon értékes anyagokat lehet belőle kivonni. Antioxidánsokat. Ugye ezek az antioxidánsok, még egyszer csak, hogy a fogalmak rögzüljenek, ugye ezek semlegesítik a szabad gyököket a szervezetbe, de nem csak
ilyen hatása van ezeknek a szőlőmagoknak, alul egy őrlemény tetszenek látni, hanem bakteriális fertőzésektől is véd ez az anyag. Ezek az összetevők vannak. Na oké, most valaki kiműveli magát, netről, különböző tankönyvekből leül, egy ilyen keveréket bárki össze tudna keverni, igaz? Ki nem tudna összekeverni egy ilyet? És utána kiáll vele, hogy na, megcsináltam a legjobbat. Hát nem biztos, hogy a legjobbat sikerül neki megcsinálni. Én egyébként mindig a rossz baj jön rám, amikor a tévében nagyon ritkán nézek tévét, amikor kiáll valaki, direkt nem mondok nevet, és kiírja a neve alá, hogy hatóanyag kutató. Láttak már ilyet? Igen. Hát mondom, megnézem, hogy ez az úri ember hol kutat, mert ugye ha kutat valaki, az legalább laborja kell, hogy legyen meg. Hát elolvasom az önéletrajzot, azt mondja, nem megbántva a közgazdászokat. Közgazdász. Hát attól még lehet hatóanyag kutató, vagy nem tudom, villamosmérnök, tehát ez a kettő szokott lenni. Nincs ott, hogy hol van laborja, utána érdeklődtem, nincsen. Hát akkor biztos csak a neten kutat, tehát ezeket én komolytalannak tartom, én biztos, hogy nem írnám ki, majd megtetszenek látni, hogy milyen laborháttér áll mögöttünk, én mégse írnám ki. Annak ellenére, hogy kiírhatnám, hogy az vagyok kutató, mert mindenféle képzettségem is megvan hozzá, meg a hátterem is, az előételem biztosítja, de nem írnám ki, mert hogy mondjam, ez egy más szint, hogyha valaki ezt vallja magáról. Na most nyilván én így kezelem azokat a készítményeket is, aki ilyen ember propagál vagy árul. Biztos tetszenek tudni, hogy kire gondoltam, vagy kikre gondoltam. Vannak ilyen szombat délbe műsorok, meg vasárnap délbe, nagyon csinos szőke hölgyek propagálják ezeket az anyagokat. No. Lehet, hogy más kutat. Ott biztos. Oké. Mitől függ, hogy jó egy készítmény? És most nyilván önöknek ez a legfontosabb, mert hogyha jó szívvel akarják ajánlani ezt a terméket, azokat, amik ott a másik asztalon vannak összeállítva. Nagyon fontos, hogy ezek az összetevők természetes eredetűek legyenek. Amik nem természetes eredetűek, nem mondom, hogy mindegyik kuka, de fenntartással kell fogadni, nagyon jól meg kell nézni. Lehetőleg ne tartalmazzon semmiféle plusz anyagot azon kívül, ami feltétlenül benne kell lenni. Általában egy ilyen gyógyszerpirulába akár 80-90%-a is ballasztanyag. Egyszerűen azért, hogy összeálljon a tabletta, mert egyébként azokat a porokat nem lehet összenyomni. Vagy ha összenyomják, akkor majd lehúzzák a WC-n, mikor kijön, mert az Istennek nem akar az embernek a gyomrába szétesni. Tehát össze lehet nyomni, azt ez erő kérdése, csak utána nem fog szétesni, nem fog felszívódni. Tehát amiben már ízfokozó van, tudják ezek az elszámoknak a tömkelege, ott már azért az ember gyanakodjon, hogy mik vannak benne. Az aktív hatóanyagokat olyan formába tartalmazza, amit a szervezet képes fölvenni. Ez a biohasznosulási tényező. Ehetjük kanálszámra a flavonoidokat. Azt is reklámozzák. Tessenek elhinni, ha 10-szer annyit tetszenek megenni belőle, nem fog felszívódni. A vérben van egy maximális koncentráció, amit például ezek a bioflavonoidok el tudnak érni. Lehet két pofára enni, meg lehet egy nap 10.000 forint értékűt enni, a szervezet hatására semmiféle plusz hatása nem lesz, mint az, amit egy ajánlott mennyiségben betetszenek vinni. A másik itt a kalciumról beszéltem, ugye ez már egy bizonyos életkor fölött csontritkulás és ezzel összefüggésben biztosan tetszenek tudni, hogy nem mindegy, hogy milyen formába visszük be a kalciumot. Bevetjük a kalciumot úgy is, hogy itt vannak nagyon szép ásványok, de nem fog úgy felszívódni, mint az a kalcium, ami szerves formában van
benne, és az aktív formában majd be fog tudni épülni a csontba. A hatóanyag jusson el a célállomásra. Nem mindegy, hogy mivel kombináljuk ezeket. Amikor bejut a szervezetbe, figyelembe kell venni a pH-t, és hogy hol kell neki felszívódni. Ezek a flavonoidok, ezek a bélből fognak felszívódni, lúgos körülmények között. Ha nem biztosítjuk azt a mátrixot körülötte, hogy ez előnyösen jusson be a szervezetbe, akkor garantáltan nem fog olyan mértékben bejutni. Még be se jut a szervezetbe, hiába esszük meg, nem fog felszívódni. És amit mondtam, hogy a hatóanyagok ne csak organikusak legyenek, tehát ez, hogy kontrollált, tiszta körülmények között termesszék, hanem ökotermesztés legyen. És nagyon sokan kírják a parcellájukra most, hogy öko gazdaságot üzemeltetek 10 éve. Igaz? Ez nagyon szép. Tetszenek ilyet venni? Lehet venni. Csak azt senki nem vizsgálta, hogy a 60-as évek elején, vagy az 50-es évek végén DDT-vel permeteztek. Tessenek elhinni, hogy ha azt a területet egyszer megpermetezték DDT-vel, azt most még nem is nehéz, tehát nem kell megfeszülni, hogy az ott termesztett zöldséggyümölcsbe a DDT-t kitűnően ki lehet mutatni mindenhonnan, tehát hoznak hozzánk ilyen anyagokat. Hát és a végén erről én nem akarok beszélni, majd itt a avatottabb emberek, az árértékarány. Ez egy nagyon lényeges. Hát ezt átugranám, mert ugye az önök szakterülete itt ugye az ásványi, hogy nem mindegy, hogy miféle biogén elemeket viszünk, ez a termék összetétel olyan, hogy az optimális arány biztosítja a termékben. Hát ez csak ismétlés annak, hogy ugye humán klinikai vizsgálatok is bizonyították, hogy azonos mennyiségű szintetikus és természetes anyag egészen másképp hat-hat, nem mindig, de vannak több szörös különbségek is. A legtöbb laikus egyébként csak a mennyiséget tartja szem előtt. Ugye az internet világában nem nehéz most kiokosodni, hogy mit igyek, stb. És ugye vannak ilyen RDA értékek, ugye ez a napi ajánlott bevétel, és azt mondja, megnézi a terméknek a gyártmány lapját, hogy van benne nem ennyi milligram ez, annyi milligram az, vagy általában a gyártók nem is így szokták föl tüntetni, hanem bio hasznosulás, ilyen mindenféle nemzetközi egység per nap, meg ilyeneket szoktak megadni. A hatékonyság és a hasznosulás az nem mindig a milligramon múlik. Itt a megfelelő arány és a kombináció. Tehát a vizsgálatok ezt bizonyítják, és most egy pár olyan képet szeretnék megmutatni, hogy csak egyre kihegyezve, mert az időm az nagyon előre haladt, hogy az alapanyagnak a származási helye, nem mindegy, hogy hol van. Egy pár úriembert, és tesszenek nézni a születési dátumokat, ezek már az 1800-as években születtek ezek az úriemberek, és fiatal koruk óta az algákkal foglalkoznak. Azért az algákat emelném ki, mert a legnagyobb mennyiségben azért ebben a termékben a neve is utal rá, ugye az eleje az algig legalábbis, hogy valamiféle alga készítményről vannak szó, és az életüket az algakutatásra szentelték, tehát nem egy tegnap elindított témáról van szó, tetszenek látni, tehát az 1800-as években is kutatták az algákat. Itt pedig azok a tenyésztő helyek vannak, ahol kontrollált körülmények között, tehát nem mint, hogy valaki kimegy, és akkor a tengerből kihalászik egy pár kanál algát, és utána azt majd forgalmazza, ezeknek a ellenőrzött vízminőség, és stb. Tehát olyan körülményeket, a színeket is tetszenek látni, hogy a legkülönbözőbb algafajokat külön egymástól szeparáltan tenyészték, és utána úgy dolgozzák föl, hogy a beltartalmi értékeik azok megmaradjanak. Nagyon fontos a gyártási körülmények. Ugye biztosan tetszenek látni, minden nap van a tévébe, ilyen, hogy most egy ilyen húsüzemet fogott meg a népi, hogy nem tudom, darálták a romlott húst, benne egyszer egy nyáron a fiam egy haveri apjánál dolgozott egy ilyen hús üzembe, azóta nem eszek turista szalámit. Elmondta, hogy ott csinálják, tehát nem akarok senkit beszélni róla. De tetszenek látni, hogy
Szóval egy hogy mondjam, egy csufniba nem lehet minőséget csinálni, tehát itt olyan tanúsítványokkal, a különböző feldolgozási módszereknek az ismeretével, professzionális alkalmazásával és a gyártási körülményeknek az ellenőrzöttségével lehet csak minőséget csinálni, és ez gyakran nem olcsó, tehát azért nem 50 forint egy ilyen termék, mert ezeknek több 100 000 forintba is kerül egy-egy kilogramm ilyen hatóanyag, amit utána bele kell keverni. És most jött el a dolog, hogy miért nem tudnak azok a hatóanyagkutatók hitelesek lenni, akik kiállnak a tévébe és elkezdik nyakló nélkül reklámozni a saját termékeiket, mert nincs mögöttük labor háttér. A kollégáim, akik Nyíregyházi Főiskolán dolgoznak, és egy olyan labor együttest, itt jó néhányan már voltak nálunk labor látogatáson az elmúlt években, és a legidősebb készülékünk is 8 éves, amit használunk, és minden évben több 100 millió forinttal terjesztünk, most már közel 1 milliárd forint értékű csak a műszerállományunk, a legkülönbözőbb biológiai, kémiai vizsgálatokat tudjuk megcsinálni, az élelmiszer technológiáról nem beszélve. Tehát ez a laborháttér szükségeltetik ahhoz, hogy egy-egy ilyen terméket utána le lehessen tesztelni. Ez úgy történik, mert hogy attól függ, hogy mire fejlesztődik a termék, ha most csak egyet vagy említsek, ha ez mondjuk a tumorgátló hatást kell, akkor a nemzetközi előírásoknak megfelelő tumoros sejteket, amit egyébként Amerikából vásárolunk, azokon tesztelik ezeket az anyagokat, illetve ezeket a kivonatokat, és több hónapos, több száz, gyakran több ezer kísérlet után lehet összehasonlításokat, trendeket tenni arra vonatkozólag, hogy melyik kombináció a hatásos, vagy melyik a kevésbé hatásos. Tehát itt sejteken, illetve kisebb élőlényeken is, amiknek azért van áthallása a humán rendszerek felé. Itt egy néhány kép, hogy hogyan is megy steril körülmények között ezeknek a szaporítása, itt néhány algás kísérletnek a képe lehetséges, és az intézet azon kevés intézetek közé tartozik, ahol a legmodernebb, tényleg a 21. század technológiája is elérhető, amikor már nem ilyen nagy asztali monstrumokon elemeznek, hanem csipeken. Tehát hihetetlen, ilyen nanotechnológia alkalmazása is bevonult ide. Tetszenek látni, hogy ezek a műszerek DNS, RNS fehérje analízisre alkalmasak, néhány perces vizsgálattal ezek mennek, és ugye különböző képalkotó mikroszkópiás technikák is szükségeltetek ebben, itt lehet látni, hogy sejteket akár több órán vagy 24 órán keresztül is meg lehet figyelni, videózni lehet az osztódásukat, a halálukat megfigyelni, a sérülésüket, tehát a mikroszkóp alatt folyamatosan ezek nyomon követhetők. És ami egy nagyon fontos, és itt ugye utalnék arra, hogyha megint csak arra, hogy odaülnek a nethez, több száz algakészítmény, több száz gombakészítmény találnak, vagy találhatnak, de nem mindegy, hogy milyen laboratóriumi háttér van egy termék mögött, hogy annak a minőségét nyomon tudják-e követni. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy ha önöknek adnak, kibontanak egy ilyen kapszulát, kiszórják, fogják látni, hogy milyen a színe, zöldes. Na most ki az, aki ebből ránézésre meg tudja mondani, hogy abban benne van-e mind a X, 8, 9, 10, 20 összetevő, meg tudja valaki mondani? Nem. De mondok egy egyszerű példát. Megtetszenek venni egy téli szalámit? Szereti valaki? Ó, nem. Nagyon. Kitenni a tűzbe a kezét érte, hogy abban nincs lóhús. Valamennyi vagy szója. Ki az, aki vállalja, hogy tuti, hogy nincs benne? Ki az, aki ízről megérzi, hogy van benne 3% lóhús? Van, aki így
Tudja. Mert a borkócsolás lesz itt, azért vannak borszakértők, de... De lómus szakértők nincs. Hát ha csalnak valamennyit és egy pár százalékot beletesznek, az garantáltan senki nem fogja. Tetszenek tudni, hogy lehet egyedül kimutatni? Azokkal a készülékekkel, amiket én mutattam, ha benne van a lónak a DNS-e, vagy a szójának a DNS-e, akkor meg lehet mondani. Ha most ha maguknak oda tesznek háromféle algát, összekeverik, és utána legközelebb már csak egyféle van benne, a szemről nem lehet megkülönböztetni. De ha külön-külön megnézzük, hogy benne van-e a gombának a DNS-e, benne van ennek a DNS-e, benne van a másiknak a DNS-e, ez majdnem olyan, mint egy apasági vizsgálat, gyakorlatilag ugyanaz a készülék part kell hozzá, ez csak így lehet. Itt, amit tetszenek látni, ez például pont, ugye itt van a, amit az előbb emlegettem, a hemnek a szerkezete, ez pedig a klorofilnak a szerkezete, tetszenek látni, hogy nagyon hasonlít egymáshoz. A fő különbség közt, hogy az egyikben magnézium van, a másikban meg vas ionként, nem is ez a lényeg, hanem itt a egy HPLC-s vizsgálatot tetszenek látni, amikor különböző pigmenteket, ehhez hasonló szerkezeteket, itt, ha akik közel ülnek, látják, hogy a zeaxantintól kezdve az astaxantinig mindent hogyan lehet vizsgálni. Hát ezek nem olcsók, és gyakran nem is gyors vizsgálatok, mert ez is egy óráig tart egy-egy ilyen vizsgálat. És mivel a kollega fölállt, ezzel tudtam rajta, hogy az időm lejár. És természetesen fegyelmezett katona lévén ezt be is tartom, de egyet ért velem a vetítés is, mert a végén én karácsonyi hangulat van, szeretnék önöknek nagyon kellemes ünnepeket kívánni, nagyon sikeres a gazdasági sikereket is hozó újítás és jó egészséget mindenkinek, és természetesen állok rendelkezésre kérdések kapcsán. Hát én megköszönöm professzor úrnak ezt a nagyon értékes előadást, gondolom értékes volt mindenkinek, ugye? Kérdezhetek valamit? Neved övön alulnak. Te bevennéd ezt? Hát persze. Hallották? Hogyha egy kutató beveszi, akkor te beveheted? Vagy neked be kellene? Csak köszönöm szépen. Jó szerencsét! Jó szerencsét! Nem akarom átvenni a szerepedet, de tényleg, ha valakinek van kérdés, akkor én azt örömmel válaszolok, mert most is bocsánatot kérek, de egy másik rendezvényen. Mi a napi fogyasztása? Gyerekek, hány éves kortól, felnőttek? Nincs semmi olyan összetevője, ami ellenjavol, természetesen egy gyereknek súly kilogramm, azt tessék figyelembe venni. Egy normál 70 kilós átlagos. Hát annál több vagyok, de 2-3 kapszula az a minimum. Per nap, de lehet ez kétszer is. Tehát túladagolni nem igazán lehet. Terhesek szoktat sem, nincs ilyen. Nem lehet, de nem is érdekes. Tehát nem, elmondtam, hogy van egy normál határ, miért van az a határ, ebben benne van hosszú időnek a tapasztalata is. Én azt szerettem volna kérdezni, hogy... Hangosan, mert süket is vagyok. Azt szerettem volna kérdezni, hogy az alapanyagoknál... Igen. Hát nem azt, hogy mi garantálja, de nyilván professzor úrék figyelik az aflatoxint. Igen. Tehát én egy svájci készülékkel dolgozom, ami elég sok aflatoxint tud kimutatni az emberi testből, rezonanciáját. Majd esetleg beszélhetünk arra, teljesen mindegy. Beszélhetünk, de jót nem fogok róla mondani. Azt én tudom. És ezért kérdezem, hogy az alapanyagoknál, tehát ugye ez egy penész toxin, tehát gyakorlatilag ez nem is élő anyag, hogy erről tudná a professzor úr mondani valamit, egy pár szót, hogy... Tudni. Tudni, nem akarom megbántani azt a készüléket, amivel tetszenek ezeket mondani, de nekem nincs jó véleményem róla. Mi egy 140 millió forintos készüléket használunk ennek a mérésére, ennek olyan teljesítő képessége, mert a gabonaiparban tetszenek tudni, hogy mik ezek az aflatoxinok. Mikromennyiség is borzasztó, mérgező belőle.
Ebben az évben például az egyik gabona cég, Nyíregyházán egy nagy, megkeresett bennünket ilyennel, mert ugye behozzák a gabonát, beleteszik abba a borzasztó nagy silóba. És mivel most ilyen volt az időjárás, amilyen az ősszel, ugye ez a nyírkos, ezek az aflatoxinok elszaporodhatnak a szemes takarmányoknak is, meg gabonáknak a felületén. Na most, ha egy ilyen borzasztó nagy silóba beleborítanak egy szállítmányt, ami aflatoxinnal szennyezett, dobhatják ki az egészet, mert utána nem tudják szétválogatni, hogy melyik volt. Tehát ők például azt követték, hogy addig nem engedték betárolni, addig állt a teherautó vagy a kamion, amíg le nem vizsgálták aflatoxinra egy gyors teszttel. Nyilván ez egy gyors teszt, önök is valami hasonlót tetszenek használni. A másik, de a legkorrektebb vizsgálat aflatoxin tekintetében, és mi elég sokat csinálunk, mert a bébi ételeknél egyébként nem mindegy, hogy beengedik-e az aflatoxint, mert ilyenek, mi 55 félét tudunk egy időbe vizsgálni, és ehhez ugyanabból a mérésből, tehát nem kell külön mérést, több mint 200 féle növényvédőszert is nézünk. Tehát ilyen szempontból ezek nem olcsó vizsgálatok. Magyarországon 2-3 helyen tudnak ilyen vizsgálatot megcsinálni. Pusztán annyit, hogy amikor az emberi testben kerül ez a toxin, annak van egy rezonanciája. Én azt tudom nézni, én nem vizsgálok a nyomokat. Ja, jó. Én csak én abszolút Isten mesternek. Jó, én ahhoz a részéhez nem értek. Nagyon megterhel az emberi szervezetet. Ezt a tapasztalatot kérdezik, vagy mondja Zsuzsa, hogy mi a tolerancia arra, hogy ezekben nincs. Mi ezeket az anyagokat végigfuttatjuk egy screenen. Tehát amit mi fölhasználunk, az átmegy egy ilyen alapvizsgálaton rendszeresen. Tehát azért mondom, hogyha nyilván ezek nem kötelezőek. Tehát itt gyártói felelősség van. Tehát aki ezt forgalomba hozza, ha megfogják valamivel, nem engem fognak elővenni, hanem az, aki ezt árulja. Na most, hogyha valaki megfizet egy ilyen vizsgálatot, mert nyugodtan akar aludni, akkor lesz neki egy ilyen laborvizsgálati jegyzőkönyve, egy tanúsítványa, ha nem, akkor pedig hazardírozik. Köszönöm, további szép napot kívánok!